Jó napot kívánok! Hétfő van, augusztus 14-e. Kicsit, megmondom őszintén, ma reggel lányommal feküdtem az ágynál. Néztük a tévét együtt, kicsit gyereknek éreztem megint magamat. Egy olyan negyed órára, 20 percre. És éppen az jutott éppen eszembe, hogy majdnem csináljunk már egy live-ot. Megmutatok pár dolgot, abból az időből, amikor én voltam nagyon gyerek, és ugye az emberek nem volt azért minden nap kedve azért kimenni, ugye a játszótérre játszani, mert más jobb dolga nem volt, hanem voltak olyan napok, amikor az ember azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy leülünk egy picikét, játszunk valamit számítógéppel. Csak ugye csavar a dologban az az, hogy ugye amikor én voltam gyerek, akkor még hát ugye a számítógépezés nem úgy nézett, mint manapság. És arra gondoltam, Debolond, ez a YouTube, nem is ezt a thumbnail-t raktam bennek. Alig én mód. Szóval ott járt a dolog, hogy 1992, ugye én akkor 13 éves voltam, és nekem akkoriban nem nagyon... 91-ben adtam el a számítógépet. Mindegy, lényeg az 80-es évek, 90-es évek elején nekem még volt egy másik fajta számítógépem. Te hogy fogsz porszívózni? Hát mert akkor tartunk egy szünetet közben. De, majd porszívózunk, cica. Ja, hát akkor majd délután megcsinálom, délután 2 óra fele. Na, közben itt a porszívózás is téma lett. Igen, szóval akkoriban, amikor az ember azt mondta, hogy leül számítógépezni, akkor nem a bármi elé ült le, hanem egy ilyen elé. Tehát nekem ez volt az én első számítógépem. 1987-ben kaptam édesapámtól, ez nem az én gépem egyébként konkrétan, az enyém az tisztább volt, hanem nekem akkoriban ez volt a számítógép. És ez egy komplet szertartás volt ezt a számítógépet beüzemelni. Ebben sajnos nem látszódik egyébként a lényeg, de ez úgy nézett ki, hogy fogta az ember, kivette ugye magát a számítógépet, ami ugye a billentyűzet, ahogy látjátok, abban volt magában a számítógép is. Hozzá kellett csatlakoztatni ugye a kazettás egységet, már ugye akkoriban kazettán voltak ugye a számítógépes programok. Adattárolás végül is mágneses szallag, tudjátok, ugyanúgy működik, mint ugye mostanában, csak ugye akkoriban sima egyszerű hangkazettákat is lehetett ugye erre használni, mert ugye a hangkazettáknál meg ugye a programok nem voltak túlságosan nagyok, hibarát a rapján, tehát úgy jól tudta tárolni egy sima hangkazetta is az egészet, de majd erre majd később visszatérek. És ugye be kellett dugnia az antennát a tévébe, rá kellett csatlakoztatni az áramot, volt egy külön nagy, hatalmas nagy tápegysége ennek a számítógépnek, és akkor meg volt minden, akkor ugye volt egy joystick, és beindítottátok a számítógépet. És a számítógép, ugye amikor beindult, akkor gyakorlatilag így nézett ki, ezzel indult. És hát ugye az ember elgondolkozott, hogy tényleg, ugye akkor játszunk valamit. Tehát lehetett ezzel programozni, lehetett alapvető dolgokat csinálni, lehetett olyat csinálni például, hogy beírtuk, hogy print hello, és akkor kiírta, hogy hello, de ugyanezt meg lehetett így is csinálni, kérdőjel, hogy vagy, apá, kérdőjel, hogy vagy, kiírta a számítógép. Tehát lehetett egy csomó minden olyan dolgot, de egyből közvetlen lehetett programozni a számítógépet, ugye lehet látni itt fel egyébként, hogy Commodore Basic V35, 6671 bytes free, 3 plusz 1 jön ki F1, tehát ez gyakorlatilag egy olyan, ez a Commodore Plus 4, ez egy olyan számítógép volt, amiben voltak beépített programok. Na most a beépített programokat pár most nem fogom említetni. Na, a Sebus Darkramer FX, na valaki valami jót streamel. Kicsikét a gyerekkoromból, megmondom őszintén. Tehát azt az időszakot mutatom be, amikor én voltam gyerek, és amikor azt mondtam, hogy játszunk. És ugye ennek a Commodore-nak volt egy feelingje, magának az egész Commodore-nak volt, hogy a 64 volt, ugye a plusz 4, volt Commodore 16, volt a VIC-20, tehát voltak különböző típusú Commodore-ok, de én speciál, nekem plusz 4-en volt. 87-ben kaptam meg, akkoriban ismerkedtem meg ezzel az egésszel. Lehetett
közvetlen programozza egyébként az egészet. Nem! Nem, 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 hogy kellett? Nem, nem ez az, mindegy. Szóval lényeg a lényeg, hogy ez volt régen, ugye, ez nekem a számítógép, amikor összeraktam. És gondoltam, hogy a mai nap most egy kicsikét valamit más fog live-ozni. Picikét beszélek a múltról, picikét beszélek a régi lusta nyári napokról, és most képzeletben be fogunk tölteni egy-egy játékot, és megnézegetjük őket. Remélem, hogy egy kicsit hangos lesz, majd akkor visszaveszem a hangerőt. De ugye képzeljétek el azt, hogy ugye leülsz, bekapcsoltad, elindult, ugye itt nem volt se bútidő, semmi, ugye meg közvetlen magából egy romból működött az egész, és megfogtad a kazettát, és akkor azt mondtad, hogy na, hogy tegyünk be egy játékot. Igen, ám, de ugye úgy volt akkoriban, hogy a kazettákról úgy kellett átállalódni az egységet, valamint nézni krumplipucolás közben. Úgy kellett megcsinálni, hogy ugye, ahogy vetted fel a kazettáról a programokat, úgy kellett hagyni egy pár másodperc szünetet a két program között, hogy ne fedjék át egymásra a programokat, és ugye az ember fölírogatta, ugye, hogy melyik pozíción volt ugye a kazetta. Na most én képzeletben most hozzácsatolok egy kazettát a képzeletbeli Commodore Plus 4-hez, és ez most meg is fogom mutatni, hogy melyik volt az a játék, amit én nagyon szerettem. Kezdjük egy olyan, ahogy ész. Nekem ez egy ilyen repülő szimuláció volt. Most képzeletben, én most betettem a kazettát az egységbe, betettem, lenyomtam, és ilyenkor azt kellett csinálni, hogy load. És képzeletben megnyomjuk a kazettán a lejátszó gombot, ez itt az F5-ös gomb egyébként. Ha aki érdeklődne, hogy hogy csinálom most éppen ezt a live-ot, én egy emulátort használok, sajnos most valódit nem tudok használni. De ez a YAPE nevezetű emulátor, és most gyakorlatilag ugye ezt használom, és most ez minden olyan funkciót tud, ami valójában tudott a régi Commodore. Ez az egyik leghitelesebb Commodore Plus 4-es emuláció, a legrészletesebb, amivel valaha találkoztam, és a legpontosabb, úgyhogy most ezzel fogunk dolgozni. És hát igen, meg is jött a töltőképernyő, az akkori jellegzetes, ugye képek. Megpróbálom majd egyébként kontrollerrel irányítani az egészet. És így képzeljétek el, tudjátok, hogy leültök számítógép elé, és betöltetek a kazettát, és tényleg ennyi ideig tartott egy-egy program betöltése, ugyanis maga az adatátvitel a kazettás kábelen 300 bit per szekundumos sebesség volt. Na most 300 bit per szekundum hihetetlen alacsony egyébként, hogyha belegondoltok. Így hát ezért is tartott úgy, hogy egy-egy játék, ami mondjuk volt 50 kilobájt, és 50 kilobájt, hát képek néha már ott kezdődnek, hogy 200-300 kilobájtok. Be kellett töltenie neki. Be is indult. Lehet, hogy kicsit ideje veszem a hangerőt. Picit várjatok. No, nekem teljes hangerő van. Tényleg ez hülyeség is. Mi van ez nekem teljes hangerő? Várjatok, egy kicsit korrigálok a hangerőn. Így. Hát akkoriban ez volt a hangja a játékoknak. Szerbusz, Boldis, Pettő, Harió! Na, megpróbáljuk most akkor a játékot. Működik így? Működik, tök jó. Most ugye a Xbox controller-re irányítom a játékot. Ó, nagyon frankó. Most itt az volt a feladat, hogy be kellett fognia az érkező repülőgépeket. Úgy tudtad megnézni a repülőgép, hogy hol van, hogy a radaron, amit ott látsz balra, ha följe volt tőled, akkor, absz, most van egy szinten, akkor egy a kis nyilacska akkor izé volt. Most kicsit lejjebb kell mennünk. Aha, most jó lesz, most jó lesz. Be kellett fogni ezeket az érkező repülőgépeket. Most megpróbálok egy repülőgépet elkapni. Rá kellett fordulni. Nem csak... Ott. Eltalált engem. Csodába! Nagyon nehéz volt egyébként befogni a célkeresztbe. Ne,
gyerünk. Ó, csoda. És akkor gondoljatok bele, hogy nagyon macer volt. Tehát úgy mozgott a repülőgép a játékban, mint hogyha meg kellene kergülve. Persze, neki volt gépfegyvere, nekünk nem volt gépfegyverünk, nekünk csak a sima rakétánk volt. Ámeli. Na, ez most itt hőérzékelős. Eltaláltuk, meghalt, megpusztult. Ez az. Arra nem emlékszem viszont, hogy melyik gombbal kellett levejebb venni a sebességet, mert a sebesség az most nagyon gyors. Hú, várjunk csak, meg keresem a gombok közül. Nem a joystickon kellett, mert a joystickon gyakorlatilag csak egy darab gomb volt a tűznek. Tök mindegy, hogy felül vagy alul volt a gomb. Az mindig csak egyet tudott irányítani. Bónuszig most még egy ellenséget meg kéne öljek. Ez nagyon lejje van, 3000. És az a baj, hogy ahogy haladunk, úgy fogy az üzemanyagunk is. Csak most meg kéne keresem, hogy melyik volt a pozitív, nem. Megkeresem srácok azért a nem. Sebesség, nem. Várj, hogy kellett azért a trust-ot növelni, csökkenteni. Hú, F1, megvan, F1-e le, F2 föl, oké, F1-e, kicsit visszavesszük, jó. Köszönöm szépen, Berta! Most éppen a régi... Jaj, várjátok, a Nightbot-ból ki kell kapcsoljam azért. Nem baj, még a mai nap elmegy, de azért a Nightbot-ból ki kell kapcsoljam. Gyorsan kikapcsolom a Nightbot-ból, mert ma már nincsen egyébként izém. Születésnapom, az tegnap volt. Mai nap egy kicsikét a régi játékokról van szó, a régi dolgokról. Néha egy elmegy a hang, az ne haragudjatok, azért van, mert éppen most a Nightbot-ba kikapcsolom magát a hangot. Hangot, a születésnap üdvözletet. Á, bics. Timer, igen, és ezt nem, ez tizabde. Születésnap, mondom, tizabde. Nézzük csak meg, Nightbot, mindjárt, nem baj, egyébként meghalunk, várjál, ez az tizabde, tökéletes. Na, visszajátékba akkor. Szóval akkoriban ezt így kellett játszani gyakorlatilag. Úgyhogy párat a régi játékaim közül be is akarok mutatni, a régi kedvencek közül. És az volt az egyetlen bibi egyébként ebben a játékban, hogy ha nem tudtad megölni a X mennyiségű izét, ellenséget, akkor elfogyott az üzemanyagot, és lezuhantál. És abból nem volt ki vissza menekülési lehetőség. Na, most bejön a következő. Jaj, keverek szinte, mint valami nikkelbolha. Ne menje. Megvan. Meglett. Megkapjuk a bónuszpontokat. Ez melyik évben? Várjál. Nem 92. Ez szerintem egy kicsit régebbi ez a játék, ez 1984-87, csak ugye nekem 92-ben nem volt komoly számítógépen még, tehát nekem az első PC-m az 1996-ban lett véve. Azt hiszem nekem 91-ben még megvolt a Commodore-om, de ebben nem vagyok benne biztos. Csak azért értem a 92-t, mert ez egy olyan időszak, tudod, amikor már az embernek, tehát még nem volt jó számítógépe, viszont... Még azért aktívan használva voltak ezek a régi Commodore számítógépek. Nagyon sok helyen egyébként. Még az irodákban is egyébként voltak olyan helyek, ahol ilyen számítógépet használtak. Gyerünk, befoglak. Azaz, kicsit feljebb kömenjek. Úgy 5007, 5008, gyerünk. Csak kicsikét most itt megismerhetitek a régi idők számítógépes játékait egy picit. Ez jó magasan van fönn ez a gép, 8000. Az is azért mindig följebb van. 10000. Még mindig följebb. Azt is elfogy az üzemanyagom, mire én ezt elérem azt a gépet. Ász, a picsa. Pillanat, amikor a játék nézzék háromszor idősebb, mint én. Igen. Hopp, megvan a magasság, megvan, egyenesbe jött. Gyere, repülőgép, elkaplak. Gyerünk. Mutasd magad, ott vagy. Máj, majdnem megvolt.
Ez is majd megold. Akkor ezek ilőlem. Hőkövetőt kikerült-e? Azt a picsa! Na! Ej, nem sok hia volt. Azonban be kell fogni a cégkeresztbe. Csak nagyon nehéz. És az a cikk, hogy már az üzemanyagom eléggé fogyóban. Ezt betalált nálam! Azt a csoda mindenségét! Jó, átfordulunk. Úgy, nem átfordulunk. Fordul, fordul, mögöttem van, mögöttem van. Ah, otthon. Gyerünk, 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 gyerünk. Egy kört így végigjátszok veletek, srácok, aztán izé van. Váltunk így következő játékra. Á, francba! Meg lesz, meg lesz, meg lesz. Ajaj, ajaj, szarba vagyok, most már fogy- nagyon fogyóban az üzemanyagom. És ezt a kis mocskot, az a baj, hogy most már hiába... Áh, nem jó. Már nem fogom tudni megcsinálni. Mert így ez majdnem meg volt. Az a baj, hogy még egyet el kéne lőjek, el kéne találjak. Nem! Áh, francba elkitért. Megint betalált a seggembe. De jó kis izé, erős repülőgépen repülhetek, hogy folyamatos elővérem a rakétákat és egyszer nem izé okoztatok meg tőle. Ne úgy forog, ne úgy forog. Vissza előre. Előre, előre, úgy. Átsodába. Hát ez már nem lesz meg, ajaj. Na mindjárt elfogy az üzemanyagom, azt akkor zuhanó repülésbe kezdek bele. Hát, igen, fasza. Ajj, majdnem meg volt. És... majdnem. Ajaj, na most vagyok bajban. Jó van, felgyorsítjuk a dolgot, következő történt, elfogyott az üzemanyagom, és ilyenkor jön ez a pont, ahol egyszerűen spirálba szinte megyünk lefelé. Tehát ennyire lehet csak fölhozni, de jobban nem, mert folyamatosan zuhan. Lelandolni nem lehet, tehát gyakorlatilag ugye kék van, a kék az ég, zöld a fő. De gyakorlatilag a földből semmit nem látni. Tehát nem lehet látni házakat, nem lehet látni dolgokat, csak a zöldet látod. Onnan tudod, hogy lezuhanta, hogy a nullára le fog menni az altitude, az az alt nevezető rész. Úgyhogy most tudjátok, hogy meggyorsítom a dolgot. Vagy... úgyhogy most szépen lezuhanunk a repülőgéppel, és akkor befejeztük ezt a kört. Hát igen, ez volt a... ész. Kezdjük ezzel. Jó, és amikor az ember végzett a játéka, volt a számítógép oldalán egy kis fehér gomb, ami volt a reset gomb. Ugye a játékokat nem lehetett bezárni, kilépni, stb. Gyakorlatilag ki kellett resztelni a gépet, de az a baj, egyes játékok bemaradtak a memóriában, tehát onnan lehetett látni, hogy a 60 ezer valamennyi byte helyett csak 12.277 byte maradt szabadon. Ezért egy teljes resztet kell csinálni, tehát kikapcsolni, bekapcsolni a számítógépet. Úgyhogy most fogom, képzeletben kiveszem a kazettát, az előzőt, és hozzárakunk egy másikat. Megnézzük az egyik nagy kedvencemet, aminek az volt a neve, hogy Atlantis. Úgyhogy most elkezdjük az Atlantis című játékot. Ivan Petro, végigolvasod az összeset? És ez volt az Atlantis játéknak ugye betöltő része. Következő van egyébként, az ELTI játékok nem töltöttek be ilyen gyorsan. Tehát ez még gyorsnak is számít. Vannak olyan régi játékok,
amelyek ugye a kazettákon, ugye a játékok sokkal lassabban töltöttek be. Na most itt az a nagy helyzet, hogy a pont amiatt, miután nagyon nagy volt a töltés, ezek kicsikét az adatokat összesűrűsítették, és a sima töltéssel 4 óra 20 percet is igénybe venne egyébként egy-egy játék betöltése, ha hisztek, ha nem. Viszont kazettákon, így ezzel a úgynevezett turbolóderrel összesűrűsítették az adatokat, mondjuk olyan háromszor akkora helyre, így ezzel sokkal gyorsabbá és rövidebbé tették magát az egésznek a töltését. Ez az Atlantis, ahogy fogjátok majd látni, nem is tudom, hogy egy olyan 1-2 percen belül betöltődik, tehát nem egy túlságosan olyan jellegű játék, ami problémát okozhatna. Szóval voltak nagyon nagy lélegzetvételű játékok, amelyeknek tényleg kellett azért 5-10 perc is, hogy betöltődjenek. Kicsit lejvettem a hangerőt, reméljük most nem lesz annyira hangos. Akkoriban így nézett ki a számítógépezés, tudjátok? És akkor az volt, tudjátok, hogy néztük a tévét. Kicsit elveszem a hangerőt. Szerbusz, fékok! Ja, igen. Úgy volt, hogy két joystick portja volt magának a Commodore-nak, és figyelni kellett arra is, hogy melyikbe dugott bele, mert egyes játékos csak az franc! Pályácsesztem. Ebben a játékban az a lényeg, hogy van 4 pálya és 3 életed. A lényeg az, hogy két dolgot kell minden egyes pályán fölvenni. Nekem múltkor a gépem nem engedte elindítani a CD-ről a Need for Speed 3-at, azzal az indok, hogy a játékos 16-bites rendszer kell. Érdekes, mert elvileg még XP-n is működött a Need for Speed 3, ha jól emlékszem. Viszont minden esetre az a lényeg, hogy föl kellett szedni ezt a dagi halat. Az összes többi dolog, ami itt jön szembe, azok mind ilyen akadályok. Tehát gyakorlatilag betámadnak téged, és az a cél, hogy őket lelőtt. Á, franc! Nem szabad belemászni egyébként ezekbe a dögökbe. Tehát az első pályán az volt a feladat, hogy föl kellett venni ezt a nagy dagi halat, és meg kellett találni egy sétáló fiúcskát. Az volt a második feladat. Ott a sétáló fiúcska, most oda kéne lejutni hozzá az ő részéhez. Csak ez nagyon nehéz, mert ugye közben XP még régen ment, de Windows 7-es. Igen, az már előfordulhat, igen, a 7-esnél ott már voltak különösebb problémák. Próbáld meg esetleg azt egyébként, hogy bekapcsolsz egy kompatibilitást, mondjuk Windows 98-as kompatibilitást, hát ha megoldja, vagy esetleg virtuális számítógépről, tehát csinálsz egy virtuális Windows-t, fölteszel, és akkor onnan, na most lemegyünk. Azaz, most jók vagyunk. Buborékem, hogy akkor... Hogy? Nem érdekes, Petra, majd egyszer elmagyarázom. Ja igen, és még ami még bonyolult ebbe a pályába, hogy a levegő, az folyamatosan fogy. Az anyádat, hát szívat nézd már. Hiszem ez a játék nagyon nem akarja, hogy a kis fiúcsket megtaláljam. Nézd már! Na most már nem cseszel ki velem. Na csak összejön, csak összejön. Ott a sétáló fiúcska. Megvan az első pálya. My hero, hősöm! Na, innentől a második pályától már lesz egy kis szivatás, ugyanis lesz benne egy olyan karakter, egy Neptunusz jellegű karakter, aki ott van zöld. Na, őt nem lehet soha kilőni. Őt csak maximum... Látjátok, tehát hiába lősz rá, nem történik semmi. Ő folyamatosan kerget a pályán. És hogy még jobban bonyolult legyen a dolog... Szerbusz, Yuri Abravov! Szia! Szia, szia! Szóval, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, itt az a feladat, hogy abba a kagylóba kell belemászni. Na de nem akárhogy, meg kell időzíteni pontosan azt a pontot, amikor nyitva van a kagyló szája, mert csak akkor tudsz gyakorlatilag belebújni a kagylóba.
Megpróbálom belemászni. Talán összejön. Csuk. Nyit. Csuk. Nyit. Sikerült. Sose sikerült elsőre. Mindig elrontottam. Egyszer legalább elrontottam. Amúgy vicces, ma megnézitek a Megascore, az 10. Áááá, francba! Hú, most nem tudom. Jaj, ő a már... Megszivatott a izé. Megszivatott Neptunusz. A fele minden. És vége is a játéknak. Hogy ne szóljon túlságosan sokáig a zene. Legyen a következő játék. Full Rewind, visszatekerjük a kazettát, kiszedjük a kazettát, és hozzarakunk egy új kazettát. Megmutatom nektek egy érdekes játékot, ami azért volt különleges, mert egy játékban kettő dolog volt benne. És ennek az volt a neve, ez egy magyar fejlesztési játék volt, az volt a neve, hogy Digital Ball. Egy olyan jellegű játék volt, tudjátok, ahol a kis alsó csíkot kellett mozgatni balra-jobbra, és akkor a különböző kockákat kellett eltüntetni. Csak ez sokkal bonyolultabb grafikával és sokkal bonyolultabb megjelenéssel rendelkezett. Az volt a különleges benne, ez a számítógép valami isteni, Digitálban ismerős a neve, tehát lehet, hogy még találkoztál is fel egyébként. Szóval az volt benne a különleges, hogy ha a töltőképernyőnél volt egy sárkányos kép, ha ott lenyomtad a reset gombot, akkor egy másik játék indult be. Ha simán hagytad tovább menni, akkor pedig a sima játék indult be. Tehát két játék volt egyben gyakorlatilag. Meg fogom mutatni mindkettőt csak érdekességképpen. Kicsit furcsa a hangja. Azért is jó még egyébként a játék, azért különleges, mert eléggé jó minőségű a hangeffektek benne, és azért akkoriban egy ilyen számítógépből kihozni jó hangeffekteket szinte maga volt a csoda. Már töltődik is maga a kép egy része. Med volt a fejlesztőnek a neve. Kosir Attila 1989-et. Itt látjátok pontosan, mikor kifejlesztette és mikor. Büszke volt a srác egyébként, de nem ok nélkül. Nagyon jó minőségben csinálta meg a dolgot. Nagyon kíváncsiak a véleményetekre. Nekem ez akkoriban kedvencem volt, mert lenyűgözött egyszerűen grafikája. Egyszerűen valami hihetetlen jól megcsinálta magát ezt az egész játékot. Gyönyörű szép grafikával is. Tehát ez a nem tudod hova tenni típusú helyzet volt. De hát ugye természetesen még ugye 1989, tehát ugye Commodore Plus 4-ről beszélünk, eltartott egy ideig a töltés magának a játéknak. Na, egyébként azért szalámis kép, megmondom miért, mert vegyes felvágott, és hát a vegyes felvágottnál ugye mit szoktunk általában a vegyes felvágottat, ugye a szalámikat, meg a egyéb különböző hústermékeket szoktuk vegyes felvágottként használni. Igen, tehát sajnos ez volt a nagy helyzet, hogy eltartott egy ideig, amíg egy-egy játék betöltődött, főképpen nagyobb lélegzetvételi játék, és ez úgy töltődik be egyébként relatív eléggé lassan, hogy ez már gyorsított töltés. Tehát gondoljatok bele, mennyi időt elvenne az maga, hogy ez a játék betöltődjön tényleg, ha rendesen és nem gyorsított módban működne. Kellett várni egy ideig, igen, sajnos. Ez egy ilyen hozzátartozó dolog volt. Éhesedtem a kép miatt. Igen, ezt mondjuk meg tudom érteni. Egyébként ilyenkor volt az, amikor az ember tudott, ilyenkor fogta magát, kicsit kiment a konyhába, ivott egy kis ízét, kis limonádét, vagy ivott éppen esetleg a valami vizet, vagy jaffa szörpöt, vagy valamit, és akkor tudod, elmenni pisilni, kezet mosott, tehát volt ideje az embernek, tudod, így tehát egy szertartása volt gyakorlatilag végül is a számítógépes játéknak, ugye az akkori komodoros időszakokban. Nehéz igazából ezt az érzést átadni, főképpen tudod, hogy elképzeljétek azt, hogy a nagy képcsöves tévé ott van a szobában, rá van dugva ugye a számítógép, át van kapcsolva, ugye amikor a számítógép ment, ugye akkor nem nagyon tudtam ugye mást nézni, hogyha tekerés, ez az, megjöttünk. Na itt kéne resztet nyomjak, hogyha másik játékot akarom elhozni, úgyhogy nyomok egy space-t. Én most reggelizem, igaz, hogy fél kettő van, de én most reggelizem. Fél kettő? Fél egy van? Vagy te máshol laksz? Digital Ball, érte a Kosir Attila, The Mad, grafika Kosir Attila, hangok Amiga 500-as, Novotrade RT, Octastop Studio, Novotrade, fú, ennek nagyon nagy szerepe volt akkoriban.
Címem Kossuth Attila, Budapest, Fegyvenek utca 6, 1116, telefon 8500, véleményeket szívesen várom. Heti kerintás, ütőirányítása jobbra-balra, labdaeldobás, runstop, asztal, rúdosás, space, sok sikert kívánok a játékhoz. Tehát ez azt hiszem csak billentyűzettel működött, azt hiszem ez joystickkal nem is lehetett játszani. Nem baj az időkérdés, ha én délben már néha már vacsorázok. Érdekes szokásaitok van. Működik, tökéletesen működik. Rúzstok volt a... Ki... Ó, azt az életet most nem tudom fölvenni. Ájjaj! Az a baj, most csak egy dolog az, mert ilyen börtön, hogy óvodat megjelenik néha egy ilyen kis plusz segítség. De csak akkor tudod fölvenni, hogyha gyors vagy. Ó, oh, prac! Igen, ne haragudj, Petra, elfelejtem néha, bocsáss meg. Az igazság, hogy tudod, annyian vagytok már, és ez olyan jó érzés, ez tényleg piszok jó érzés. Néha elfelejtem, hogy ki hol lakik. Ó! Get ready. Nem, az életet most nem tudom fölvenni. Ez most túl veszélyes! Jaj! Á, francba! Talán... Megvan! Azaz, király, most összejött. Ó, a falat nem fogom bekapcsolni, de majd megmutatom, hogy az hogy néz ki. Az gyakorlatilag egy olyan plusz kiegészítés, amivel egy falat rak föl nekem, csak az a baj, hogy vannak rajta lukak is. Ja, lukak ott vannak, néha átszalad közöttük a labda. Oj! Ja, igen, a teleportálás. Igen, az előre feltettem. Most kezdek elni, hogy miért nem találom PC-re Warcraft 1-et. Azt hiszem, nekem a Warcraft 1 megvan eredeti CD-s verzióban. Persze másolt verzió, de úgy értem, hogy a CD-s verziót szereztem meg egyszer. Azt tudod egyébként izéval játszani, Dosbox-szal. Tehát, hogyha nagyon szeretnél nagyon régi játékokat játszani, vannak nagyon jó megoldások arra, hogy hogyan tudod ezeket előhozni. De azért a Warcraft 1-en már bőven a 90-es évek az időszaka, amikor már a Commodore-os játékok nagyon nem voltak annyira téma, nem is Magyarországon. Talán az Amigás játékok! Csak nekem nem volt Amigám, tehát én nem foglalkoztam úgy Amigával. Egy ideig foglalkoztam aztán a kérdéssel. Jó, nem tudom a falat, így néz ki. Csak ilyenkor beszivatja az embert. Get ready. Dizájnban egyébként nekem akkorban nagyon tetszett, hogy kicsiket úgy nézett ki, mint hogyha... Jaj, már csak egy darab van hátra. Nem. Á, tetsz, nem. Nem, élet kell. Kell az élet? Ez az, megvan az élet, király. Zsír, összehoztam. Ah! Oh, nem hiszem el. A Warcraft 2-3 van meg DVD-n. És a World of Warcraft, aha. Értem. Én még a Warcraft 2-ben játszottam, de a Warcraft 3-on már nem. Az volt, nekem kimaradt az életemből. Ah, összejött. Get ready. Ah! És ez a game over. Most nem tudom, mi történik akkor, hogyha itt nyomok egy esztet, akkor ezt csinálja a játék, képzeljétek el. Azt hiszem, hogy nem is tudod más csinálni, tehát ha sima resztet nyomtál, ez történt. Ha gondoljátok, a másik játékot is megmutatom ebből, tehát ugye ez két játékkal rendelkezett. Megmutatok most még egy játékot, és ez egyik régi nagy kedvencem volt, a hangulata miatt. Nagyon jó oldalt, ahonnan a játékot lehet ingyen lekalózkodni. Nagyon sok ilyen oldal van, Petra, de nem fogok ebben segíteni, ha nem haragszol.
Én ezért vettem elő ezeket a régi játékokat is, mert ezeket szerettem volna nektek megmutatni. És akkoriban elvileg ezek a játékok mind fizetősek voltak, és nehogy azt higgyetek, hogy ezek olcsó játékok voltak. Körülbelül például egy olyan jellegű játék, mint amit mutattam, ez a digitálban, vagy bármelyik más játék, olyan árban voltak, mint mostanában, azt mondanám, hogy ilyen 3-4 ezer, 5 ezer forintokat simán kifizethettél érte. De akkoriban természetesen ez azért olcsóbb volt, tehát ja, nem 5 ezer forintot fizették ki érte, hanem mondjuk 100-at, 200-at, de akkoriban az nagyon nagy pénz volt. És akkoriban másoltuk a játékokat, mert ezek a játékok nagy része el volt látva másolás védelemmel. De már akkor is megvoltak a különböző megoldások arra, hogy ez most hogyan működjön. Ja, még tölti, oké, jó van. Igen, bírtam egyébként a régi Commodore-ba, hogy volt egy pont, amikor tudod, tehát következőt képzétek el, töltöd a játékot kazettáról. És töltődik a játék, és akkor egyszer csak egy megáll egy pillanatra. És nem tud eldönteni, hogy most, na, most akkor mi történt, most akkor a... Magával a kazettával van baj, a szalag rendben van-e, rendesen lett átmásolva a játék, a kazettának a feje úgy van beállítva, hogy kellene lennie. Ugyanis ezeknél a kazettás egységnél az volt a hatalmas hátrány, hogy a kazetta fejét lehetett állítani. Ennek volt előnye, volt hátránya. Igen ám, csak hogyha egy kazetta fej állásban egy játékot fölvettél, és az utána egy másik kazettába beletetted, nem biztos, hogy be tudtad tölteni. Kopisztuk, igen, kopisztuk, képzeld el. Imádtam ennek a zenét. Nézzük, elindul -e. Ja, joystickot átkeltsem. Fenébe. Csoda! Picsába, mindig elcseszem. Hihetetlen nehéz volt ez már akkoriban is ez a játék. Talán még összejön az első pálya. Jó, első sikerült. Igazi Rage Game. Hát igen, mégis is lehet mondani rá. De ha egyszer belejöttél, és megtanultad, hogyan kell, az összes pályának a tükkét ismerted, nagyon keményen tudta nyomni egyébként neki a dolgokat. Itt a izéval egyébként a joysticknek a gombjával te is tudtál ugrani, csak az a baj, viszont csak X mennyiségű ugrásod volt. Tehát te is tudtál ugrani, ha arról volt szó. Csak az volt a baj, hogy ezt nem tudtad végtelenségig használni. Á, csodába. Hát ez már nem lesz a 2-1. Jaj, nem lesz meg! És ez még csak a második pálya volt, és valami 100 pályája van. Gáz, beteg vagyok, nem érzem, gomba van, fáj a fejem, meg a hasam. Hát, akkor valami benyaltál, Dark. Akkor tessék van elmenni doktor bácsihoz, vagy nénihez, vagy tök mindegy. Mutatom a következő játékot, csak úgy ne unatkozzatok. Ha már Rage Game-ről van szó, mutatok egy igazi Rage Game-et. A Time Slip nevezetű játékot. Szevusz Ragnar Lodbrok, szia szia! A Time Slip ügyességi játék volt ugyanúgy akkoriban. Nekem azért volt különleges, mert olyan furcsa volt az egész játék, ugyanis három különböző pálya volt egymás fölött, és mind a hármat végig kellett vinni adott időn belül. Igen ám, csak... Cat Mario, nem tudom, mire gondolsz. Nem, a Cat Mario egyébként a Mario csak macskával, de tök mindegy. Pillanat. Szóval az volt a lényege, hogy három ilyen pálya volt, és az volt a lényege neki, hogy minden egyes pályának volt saját ideje, hogy mennyi időn belül kellett megcsinálni. Csak a csavar a sztoriba az volt, hogy ha elrontottad a pályát, mondjuk neki mentél valaminek, akkor a
jött a következő pálya. És igen, hogyha elrontotta még valamit, akkor egyszerűen bejött egy olyan, hogy timeslip, és megkavarta az időket. Mondjuk, ami fölül még 5 percet volt, az most megkapta 3 perces időt. Tehát összekeverte az időket. Nem tűnik túl bonyolultnak, de mégis különleges gondolatmenet volt ez, és így, az ember így úgy volt vele, hogy bazeg. Tehát próbálod megcsinálni a pályát, és közben megszívott a játék azzal, hogy összekeveri aztán az időket. Én kirippeltem az előző billentyűzetemet, Cat Mario, mert fél hete van lehetes billentyűzetem. Tessékre vigyázni. No, nézzük. Skill normal, select expert, novice. Legyen novice, egy kicsikét most. Press fire button. Akkor várjunk joystickot. Csere. Na, látjátok. És választani kellett, hogy melyiket akarod játszani. Mondjuk legyen az első. És látod, ott vagy az idő. Ó! Oh. És akkor azt mondtad, hogy akkor oké, okay, akkor most választunk egy másikat. Ah! Elfelejtettem az órát, nem lehet fölvenni. Igen, most én is szememmel lefelé húztam, és nem szólt, mert ha neki mész a talajnak, akkor is megsérülsz. Ah! Francba! Na, ezért ez nagyon rage game volt, tehát ez nagyon ügyesnek kellett lenni ehhez. Megpróbáljuk azért a víz alatt itt. Ah, francba, nem fértünk be. És gondoljatok bele, szinte pixeleken múlt a dolog, hogy most be tudsz-e menni vagy sem. Na, és megjött a timeslip. Látjátok? Ups! Megkavart az időket. Ajaj. Á, csodába. És mindig elő, majdnem elő kellett teljesen kezdeni a pályákat. Belénnék, lelőném, visszamennék, de hát addigra neki megyek a plafonnak. Macera volt, nagyon macera volt, ha a játék. Á, francba! Szóval ez ilyen játék volt. Nagyon nehéz volt. És eszeveszett nehéz. Mutatom a következőt. Ha már Rage játékokról beszéltünk. Volt egy hasonló is, Bandits at Zero. Ez egy ilyen oldalsó, scrollozós repülős játék. Amiket egyébként most mind mutogatok, azok az én kedvenceim voltak. Ezen kívül baromi sok játék volt, több ezer játékról beszélünk. Én most nem akarom természetesen az összeset mutatni. Lesz majd telefonemulátoros live is, például kipróbál ezt telefonos Clash of Clans. Nem lesz Clash of Clans, el kell, hogy keserítsenek, de nem fog Clash of Clans játszani. Ez most az én múltamat akartam egy kicsit bemutatni. Én most nem különösen az emulátorokra akarok rámenni, nem különösebben akarom én ezt nagyon erőltetni ezt az egészet. Ez most egy kicsit az én múltam. Tudod, én most egy, tudod, ez most a nyári napról van szó, amikor a gyereknek, kisgyereknek, a fiatal kis Norbinak nincsen kedve kimenni a játszótérre játszani, betölti a számítógépet, csak hát ugye akkoriban a számítógép más jelentett, és most ezt próbálom nektek megmutatni, tudod? A Bandits at Zero, pedig de már... Átod. Addig mondtad, hogy nem ár, amíg a Nightbot azt mondta, hogy ennyi benye. És ez 1986-ban van ez a Bandits at Zero. És ez is, ez érdekes volt, ez is Mad Games volt. Na hát töltődik. Ennek nagyon jó volt a hangulata. Ennek az volt a pláne az egészben, hogy nappal kellett a repülőgépeket lődözgetni, éjszaka tudtál csak után tölteni, majd ha éjszaka nem töltöttél utána, akkor a géped elfogyott üzemanyagból és felrobbant. Ja, nem ez volt. Oké, megvan. 5 évvel. 5 éve kellett indítani a játékot. 5 és 7 egyszerre. Jaj! Most jó.
gyere! Azaz, gyerünk, gyerünk! És hát természetesen pontokra ment a dolog, tehát igazából a pontokat gyűjtöttük ugye ezekbe a játékokban. Áh! Igen, nem szabadott nekik menni, mert az ugye az megsértette. Itt az első pályákon még eléggé relatíve könnyű. A második pályám azt csinálja, hogy már vissza is lő a repülőgép. Itt még nem lő vissza. Ah! Azaz, egy. Gyerünk, 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 gyertek, 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 gyertek. Ez az, gyerünk, gyerünk. Gyere, mesteredik. Na, gyerünk, gyerünk. Azaz, jön az este. Oké, okay. Jön az utántöltő. Ott jön az utántöltő. Köszi Pettől, kellemeset! Ah, francba elcsesztem! Nagyon nehéz volt egyébként belőni. Megpróbálom még egyszer, hát esetleg ad még egy utántöltőt. Jaj, de macera, Istenem! Ez az, megvan! Oh! Összejött, 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 el se hiszem. Csak most szarba vagyunk, mert most jönnek az ellenséges gépek. Hát, ennyit tudott rám tölteni, úgyhogy ezzel kell takarékoskodni. Már lőnek vissza. Látod, látod, már lőnek vissza. Azt a harmadik pályán már a hajók is megjelennek. Ajaj, már csak egy lövés és meghalok. Már ilyenkor már nagyon nehéz volt egyébként pontokat szerezni. Ah, ennyi volt. Megpusztultunk. Mennyire megy a live? Tényleg, hadd nézzem már meg gyorsan. 47 perce, aha. Hát ezt azért nem akarom túlságosan elhúzni, amit egyébként nektek. Mutatni még szeretnék egy-két játékot, aztán szerintem le is zárjuk majd ezt a live-ot. De egyelőre most egy picit még mutatok érdekes dolgokat. Formula 1 szimulátor. Érted, szimulátor? Commodore-ról beszélünk, 1980-valahányról. Tehát ezt igazából szimulátornak még nem lehet mondani, azt kell, hogy mondjam. Voltak egyébként már kezdetleges szimulátorok akkoriban. Csak hát ez nem az a kategória. És gondoljatok abba bele, hogy ezt mind joystickkal kellett akkoriban irányítani. Tudjátok, megfogtátok azt a hatalmas nagy joystickot, és akkor azzal kellett tekergetni. Tudjátok, hány és hány joystick eltörött a játékosok kezében? Nekem mondjuk nem, mert én vigyáztam mindig is a joystickjaimra, de hihetetlen módon joystick zabálóak tudtak lenni egyébként a játékok. Eszméletlen módon. Alien Shooter? Hát nem tudom melyikre mondasz, mert nagyon sok ilyen Alien Shooter nevezetű játék van. Én legalább ismerek hármat. Konkrétan írd már le a linket, dobd már be a game, hogy pontosan melyikre gondolsz. No, közben töltődik a Formula 1. Gyakorlatilag hát, hogy a nevéből zajlik, egy Formula 1 szimulátor volt, gyakorlatilag azt lehetett játni, hogy hátulról látsz egy autót, és akkor kellett végigmenni egy pályán, és közben jöttek ugye folyamatosan egyéb járgányok is, amiket ki kellett kerülni. Így néz ki. Nem egy túlságosan nagy eresztés, ugye maga kinézetre. De tedd a linkjét, Dark, és akkor az úgy egyszerűbb. Nem tudod? Na, megnézzük. Sigma Team. Várjál. Sigma Team Alien Shooter. Rákeresünk.
Ja, ez ilyen felülnézetes játék. Aha! Hát ez már relatíve új játék, mert ez 2007. 2007-ben jött ki, ahogy látom. Ez ilyen enyhén ilyen StarCraft jellegű megjelenés. Majd szeretnék egyébként egy játékot majd bemutatni nektek, majd megint majd live-ben, nem most, majd később egyszer valamikor, ami majd az én kedvencem volt, ami hasonlóképpen nézett ki. Arról én már egyszer csináltam egy felvételt egyébként, be is teszem tényleg a YouTube listámról. Annó próbálkoztam egyébként live-ozással, a felvételekkel. Nagyon-nagyon régi felvétel. Talán még megvan ez a felvétel. Néma vagyok benne. Az volt az első próbálkozásom a játékfelvételekkel kapcsolatban. Akkor úgy neveztem magamat, hogy a csendes. 2003-asról beszélsz. Nem ismerem ez az igazság. Én nem játszottam az Alien Shooterrel, de megpróbálom neked megkeresni azt a játékot, ami kicsit hasonlít kinézetre. Ha még megvan az a felvétel. Na, ugye elnézem, én azt a felvételt... Megvan. Megtaláltam, el se hiszem. 2 évvel ezelőtti felvétel. Beteszem ide a linkjét, jó? Egy ilyen próbafelvétel volt. Na, hát egy kicsit játszunk ezzel is, akkor majd, ha már betöltődött. Csodába. Kicsit már kijöttem a gyakorlatból, régebben ezt a fejből meg tudtam csinálni ezt a pályát. Nem igaz, mindig belemászik a nyakamban, ez hihetetlen! Nem áll, most pedig már kikerültem. Az akkori játékok egyébként erősen mindig rage quittesek voltak. Az ember eléggé hamar elveszette a türelmét. És én szerintem eljutottunk arra pontra, ahol már nem sok játék maradt. Megnézzük még 2 játékot. 2 legyen. Paramats, Risk from Zylon. One Man and His Droid. Megnézzük ezt. Azt jön az Alien Shooter 2, második kedves ismerő saját cél és éjjel-nappal csak azt játszottam időben, fenn volt a nevem a top listájukon Bálint. Az igen, az szép, ügyes. Ügyes, ügyes, ügyes. Azt hiszem a Risk from Zylon az egy léghajós játék, ami gyakorlatilag egy bánya robbanás után, egy bánya baleset után berekedtek bányászok egy bányában, és be kell menni ezzel a kis hajócskával, hogy kimenteni az embereket. Csak az a csavar a dologban, hogy a víz folyamatosan jön föl alulról. Millió ponttal, ügyes vagy? Nem tudom ezt igazából mihez kötni a 15 millió pontot, mert én ugye nem játszottam a játékot, de nem nagyon tudok hozzászólni, tudod, hogy ez most mit jelentett. Akkoriban biztos, hogy benne egyébként, hogy ez nagyon sok és nagyon-nagyon jó értéket jelentett. Na, hogy töltődjön akkor ez a játék, megnézzük ezt, és akkor legesleg végére hagytam azt a kedvenc játékomat, amit én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam. Jelen még, előtte még egy játékot bemutatok, igen, egy terepasztal játékot. Ja.
Ez volt az a játék, igen. Az érzékenységet, a szenzivitást be lehetett állítani. És igen, a kezdési pálya, igen. Hú, nem is tudom, mi kell Control Sensitivity legyen. Hát mondjuk 3-as jó lesz. Igen, és ezt billentyűzette kellett irányítani ezt a játékot. Nagyon kellett egyébként figyelni arra, hogy a kis léghajót azt... óvatosan irányítsuk. Egy ember megvan. Apa, aj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 
egy Steam kulcsot, és oda törültem, aznap mentem hozzá Star Wars. Zsivány egyes a zsangó. Jó van, tök jó egyébként, ügyes vagy. Ez tényleg ügyes vagy. Én sajnos nekem sose jutottam el odáig, hogy valaki ingyen oda dobjon nekem kulcsokat, csak ismerősön keresztül kaptam általában a kulcsokat. Most megpróbálok egyel lejjebb menni. Aha. Akkoriban egyébként ezeket a játékokat úgy lehetett egyébként végigjátszani, hogy voltak ilyen különböző segítő könyvecskék, amik gyakorlatilag leírták azt, hogy pontosan úgy néz ki a pálya. Fú, na, ez nagyon macsa. Én szerintem lejjebb én már nem merészkedek, mert lassan a víz majd jön fölfelé szerintem. Ajaj! Úgy, kicsit jobbra. Úgy, stop! Úgy, egy fölfele. Tízesnél meghalok, úgyhogy most először kiviszem inkább az embereket. És most egy kicsikét lassabbra veszem azért a tempót. Fú. Amúgy aranyos egyébként ezeket a dolgokat emeset, csak egyetlen egy baj van, tudod, én nem ismerem az Alien Shootert, és ez kicsit így rossz ebből a szemomból, mert nem tudom mihez kötni. Azt maga az érzés egyébként az tök jó tényleg, hogy kapta ingyen kulcsokat, meg tényleg megajándékozta kulcssal, meg ilyen dolgok vannak. Ez tök jó, ez tényleg tök jó. Én annak a PD2-t kaptam meg így egy ismerős révén. Mindenképpen el akarta sózni a játékot. Kiegészítőket egy részét kaptam csak meg, a többit azt nem. De... Ja, hogy meg... Ó, igen, hogyha kimegyek, akkor az a befejeződik a misszió. Nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha magát a léghajót túlságosan sokat ütjük neki a falnak. Még ez gyorsan nem tudom. Tehát ez történik, tehát nagyon óvatosan kell menni vele. És az a lényeg, ez 1985-ös játék, az a lényeg, hogy ez egy nagyon finom mozgású léghajó, és nagyon... nehéz. Én a PD2-t letöltöttem. Igen, amikor kiadtak 5 millió izét, 5 millió kulcsot, igen, arra igazából senki nem számított, de a kiegészítő gondom neked nincsenek meg, viszont nekem megvan az összes most már. De megmondom, hogy a PD2-t annyira nem szeretem. Na de, még két játékot megmutatok, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a dolgot. Az egyik egy, ha hisztek, hanem egy terepasztal játék, ahol egy hatalmas terepasztalon kell egy kis vonatot vinned A pontból B pontba, és különböző dolgokat lehet csinálni. Szenet fölvenni, vizet fölvenni, értékeket elvinni, stb. És többfajta játékmódja van neki, van egy sima terepasztalos üzemmód, meg van egy olyan játéküzemmód, ahol folyamatosan megy a kis vonat. És én most a terepasztalos üzemmódot fogom megmutatni nektek. Gyakorlatilag kinézett egy icipicikét hasonlít a Transport Tycoon Deluxe-re, tehát ugye elrendezésében, de hát mégis azért természetesen mégsem egy olyan grafikájú játékról beszélünk, mint az akkori. Itt egy 1985-ös játékról beszélünk. A John Wick-ot nem vehette meg a haverod, mert John Wick az egy ingyenes kiegészítés volt a játékhoz akkoriban. A John Wick karakter ezt ingyen megkaphattad. Ezt még betöltödik, és utána... Szerbusz Szikabliat. Szerbusz.
Na, és akkor most jön ez a Locomotion, ez a kis telepasztalós játék, és utána megmutatom az abszolút kedvencemet, és akkor azzal fogjuk lezárni majd a live-ot, ezt a részét neki. És így nézett ki akkoriban. Meg lehetett határozni neki, hogy merre menjen. És a váltókat is neked kellett váltani. Nem szabadott túlságosan gyorsan menni. Mert 4 vonatod volt egyébként. Most felveszünk egy kis vagont. Erre nem emlékszem, hogy pontosan, azt hiszem ez egy ilyen javító vagon volt. Az volt a lényeg, hogy csak olyan dolgokat tudtál csinálni a játékban, ami gyakorlatilag, ugye, amilyen vagont húztál magaddal. Most felveszünk egy kis vizet. Hogy fölvettünk vizet? Hú, melyiket kellett váltani a váltókat? Hú, nem emlékszem rá. Space, szerető Space volt az. Ha nem tudom, melyik volt a váltó. Ugye meg is nézem, egy kis pillanat türelmet meg kell keresem. Locomotion Commodore Keys. Locomotion itt van. Kép megtekintése, igen. Two versions, how to start a game, igen. Igen. Nem, nincs benne. A fenébe. Vagyunk kettes. Megvan. Igen, spacebar, slow down, igen. Change the points, uncouple, igen, az U volt. De mivel tudtam váltani a váltókat? Azt mondja, change the points, mindig. Ja, P, megvan. P és U betű. Ekkor nyomorikok lehetnek az egyik ismerősöm copy-strike-ot, mert felhasználta a lovas Henny videó részleteit pár 23 videóba. Hát figyelj, hogyha nem adott rá engedélyt, akkor látod. P betű volt a váltó. Aha, megvan most már. Megvan, ez az, itt van. Jön a gyors mozdony, most visszafele megyünk, mert most le akarok ide menni. Jön a gyors vonat. A gyors vonatot nem lehet kikerülni. A fair use igen, de Magyarországon nincsen fair use dark game. Tehát, hogy azt mondja, hogy Magyarország miatt izé van, az úgy nem jó, akkor ő mondhatja, hogy ez nem jó. Na, és akkor most megyünk vissza. Remélem, most már nem fog jönni a gyors vonat. Hoppá, fogyóban a fám meg a vizem. Ugye ez gőzmozdony. Jaj! Elrontottam. Elrontottam. Na mindegy, ez volt az egyik játék, ami gyakorlatilag ugye akkor tudta csak jó játszani, hogy volt hozzá térképet. Egyébként ez egy hatalmas méretű játék, de nagyon-nagyon aranyos kis játék. Úgyhogy most áttérünk viszont. Utolsó játékként legyen az én régi kedvencem, Treasure Island. Egyik leghosszabb és legkedvesebb játékom. Gyakorlatilag a Kincses sziget nevezetű könyv alapján készült játék. Egyszerű a feladat, meg kell találni a kulcsot, meg kell találni a ládát, és el kell menekülni. Dark, figyelj, ezt a témát most ne itt beszéljük meg. Ez egy hosszadalmas téma, és hidd el nekem, hogy sajnos az a copyright strike, hogyha tényleg ez történt, ahogy írtad, akkor a sajnos az jogos, de maradjunk ennyiben, jó? És térjünk vissza a játékokra, mert most 1992-t írunk, vagy 91-et, jó? Ne vond el a figyelmet!
Na, Treasure Island. Ebből volt egyébként egy Commodore 64-es verzió is, ahonnak volt az elején egy kicsit nehezített kezdése, ami a bevezetése volt az egésznek. Itt ez kimaradt, itt már közvetlen magán a térképen lehet menni, és ez jól is működik egyébként nagyon. Én nem is bánom, hogy ezt az elejét nem is tették bele, de nekem ez volt akkoriban a nagyon nagy kedvenc játékom. Ez volt az a játék, ami nekem nagyon a szívemhez nőtt. Nem tudom miért, talán a megjelenése, talán a hangulata miatt. Furcsa egyébként hangulatról beszélni ezeknél a régi játékoknál, de mégis volt hangulatuk. És még töltődik a játék. Igen, ez volt az a pont, ahol az ember általában kiment meginni a limonádét, megkérdezte ilyenkor a édesanyánk, hogy kértek szendvicset, és akkor ettünk szendvicset, még betöltődött a játék. Ja Isten, olyan jó visszaemlékezni ezekre a dolgokra. És tényleg egy ilyen nyugodt, laza, hangulatú napok voltak ezek, amikor az ember így leült a számítógép elé, és akkor is csak általában a hétvégén tudtunk leülni a számítógép elé, hétköznap nem igazán volt a lehetőség. Annyira sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb volt, nem kaptuk egyből az arcunkba az információkat. Nekem egy picit hiányzik az időszak, de természetesen nem mondom, hogy visszamenjünk most abba az időbe, mert nagyon sok jó lehetőségünk van mostanában, például az is, hogy itt ezeket be tudom mutatni nektek. Kedvencem? Na nézzük, nem jó joystick van bedugva. Joystick csere! Most jó, ez az. Húha! Oké, hát nagyjából működik. Ej! Pics! Na várjunk csak. Kicseszek én veled. Az igaz, hogy az Xbox-nak a kontrollere nem igazán alkalmas ennek a játéknak a működtetésére, de semmi gond. Hála az égnek a billentyűzeten is lehet egyébként ezt játszani. Gyere! Pics! Na jó, jöjj meg és akkor kezdjük előről. No. Ez az. Az volt a lényeg a játéknak, hogy végig kellett menni magán az egész pályán. Voltak nagyon-nagyon sok képek, és voltak egyes kalózok, amelyek dobtak kardot, meg voltak azok, amelyek nem dobtak kardot. És az volt a lényege, hogy nem szabad volt mindig egyből elcseszni már az elején a játékot. Ha az ember az elején elrontottak, onnantól kezdve nem lehetett már végigvinni a játékot. Például, amikor az ember ilyet elront. Megpróbálom ettől elkérni. Ja igen, ez nem tud kardot dobni, igen. Na, még egyszer. Na, tehát. Gyere! Gyere! Dobja! Add ide. Hogy ne. Basszus, az space gomb az nem működött nálam. Na jó, megpróbáld még egyszer utoljára. Ez az, na. Most. Ez nem dobja el. Oké, ez nem dobja el. Akkor ez dobja el. Oké. A nem á! Jó, előről. Három. Négy halál. Na, gyerünk, négy halál. Hogy, köszönöm. Na, megpróbálom mindjárt megtalálni, melyik volt, melyik kell lehetett, várjál, azt mondja, input setup, megnézzük. Numpad, igen. Jó, beállítom most akkor a gombokat. Ez volt a föl, ez a le, ez balra, ez jobbra. Ezt meg berakom mondjuk a tüzes gombot ide. Úgy, né. Na most már jó lesz, most már nem fogom elcseszni. Ez az, most már jó. Megvagy. Jó, megyünk fölfele. Azt hiszem a következő, az tudott pár kardot dobni, de nem tudtunk tőle elmenekülni. Igen, nem tudtunk tőle elmenekülni, úgyhogy ehhez külön kell hozni. Várjunk csak, mindjárt nézem még egyszer. Úgy emlékszem, hogy ezzel tudtunk valamit kezdeni ezzel a karakterrel. Nem. Igen, az a baj, túlságosan a képernyő széléig dobja el a kardot, és akkor nem tudjuk felvenni. Sem baj.
Na, érdekes, hogy se hangja nem volt a játék, hát hangja volt, bocsánat, nem volt se zenéje, se egyéb dolga, csak a zene a főmenübe lehetett látni, vagy hallani. Mégis olyan jó hangulata volt ennek a játéknak. Opa! Opa! Ez se gyakran történt, ő dobta a kardot, én pont dobtam el a kardot, megmaradt a levegőben a kard, így meg tudtam őt ölni. Melyik rácsesztem volna. Ha most ez a kardot eltűnik, akkor most rácseszek. Kézzel lányom nagyon boldognak érzi magát, mert megint lehetett bohóckodni picikét. Na, menjünk tovább. Egy kis darabban elviszem a játékot, csak hogy a hangulata miatt megmutassam. Hát ezt se tudtam meg egyébként, még soha nem történt olyan, hogy egyszerre dobtam el a kardot, és egyszerre dobta el a másik is a kardot, és akkor gyakorlatilag találkoztak. Úgy. Na most, itt ez csapda volt, mert hogyha ezt fölvetted, akkor utána nem tudtál tovább jutni. Most mindegyiknél dobni fog kardot, és el kell tőlük szaladni. Így. Na, igen. Azaz, és azt hiszem ez nem tud kardot dobni. Igen, ez nem tud kardot dobni. Tehát ezért kellett meghagyni a legelső kardot, mert ha fölvetted azt a kardot, akkor megszivatott a játék, és akkor kezdheted előről megint az egészet. Úgyhogy most vissza kell szaladnunk az elejére, csak hogy ne legyen egyszerű. Itt van egyébként a hajó, ide kell majd visszatérni. A leges legvégén a játéknak, mert utána már majd követni fog egy kalóz is, akitől belassulunk mozgásban. Úgyni, meg is van. Én ezt szoktam szivatni, ezt a karaktert. Figyeld! Jó, ez most eldobta a kardot, ezt fölvesszük. Ezt megöljük, ezt meg fölvesszük. Vagy. Amúgy egyszer két kardot nem tudtam magadnál tartani. És hát erről szól gyakorlatilag. Végig kellett járni az egész szigetet, meg kellett törni nagyon sok kalózt, és végig meg kellett szerezni magát a kincset. Most már először egy kulcsot, aztán a ládát, és ha az megvolt, akkor a kincset, ami legeslegfölül volt szinte az egész pályának. És akkor utána meg el kellett menekülni egy kalóztól. Most nem fogom természetesen végigjátszani az egész játékot, de szerettem volna egy kicsikét a hangulatilag megmutatni ezt az egészet. Mennyit kellett agyalni, basszus? Tényleg, így fogtad, mentél, raktad, csináltad, tetted. Most nem tudom, hogy lefelé kellett menni? Azt hiszem, igen, lefelé kellett menni. Igen, így, így. Igen, erre a részre már emlékszem. Igen, itt körbe kellett menni, és akkor amikor körbe értél, azt hiszem, hogy ezt tudod dobálni. Gyere, azaz. Most a pályának a bal szélén vagyunk. Azt úgy tudod megoldani azt a problémát, fogtad, de ment ide. Köszi! Elvetett tőle magát a kardot, fölmenté, és mehetté tovább. Dobd a kardot, nem dobod el a kardot. Ma csak. Na, az tud. Igen, ez tud. Faza. Az is. Köszi. Rendes. Rendi tőled. Rendi. Aha. Na, de ezt a játékot most itt hagyjuk abba. A ötödét megcsináltam a játéknak. Nem túl hosszú, hogyha tudod, hogy merre kell menni. Ha nem tudod, akkor föl kell térképezni az egész pályát. És be kell jönni az összes kalóz, hogy pontosan melyik mit csinál és hogy csinálja. És még utoljó befejezésképpen még megmutatom a 3 plusz 1-es részét ennek az egésznek. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, illetve adatbázskezelő volt benne. Ez volt a szövegszerkesztő alapból benne. Most
Most nem tudom, hogyan lehetett átépni a táblázat kezelőbe, de majd egyszer ezt is meg fogunk mutatni. Mindenesetre ilyeneket is lehetett benne csinálni. Egyszer majd erre is kitérek, de most szerintem képzeletben édesanyánk szólt, hogy menjünk ebédelni, úgyhogy most kikapcsoljuk a számítógépet, lekapcsolódik a Commodore-t, számítógépet, ismét itt van már a kaja, a vegyes felvágott, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet nektek. Egy kicsit a 80-as évek, 90-es évek hangulatából próbáltam bemutatni egy-két dolgot. Talán sikerült, remélhetőleg. Kívánunk nektek jó étvágyat, kellemes napot, és majd találkozunk nem sokára majd valami mással. Addig is, sziasztok!